Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát. Szeretettel köszöntöm a Könyvmustra hallgatóit, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Szendrői Csaba, és akkor sorolom, az Elefánt zenekar frontembere, és most már két kötetes szerző is vagy. Hello! Na de először akkor a legfrissebbről beszélgessünk. Most azért már rögtön az is érdekes, hogy dr. Csendrői Szabi, ugye a megnevezésre a szerzőnek, aki nem ismer téged, az már itt elveszíti a fonalat. Igen, ez a kínos szóvicek egyike, amivel indítunk, hogy így igazából összezavarjam az embereket, meg egyébként sokan ismerik már. Tehát az van, hogy azoknak viszont, akik ismerik, szerintem az egy ilyen fura szembesülés, amikor rájönnek, hogy egyébként az alter egómnak van mondjuk egy ilyenje. Uh-huh. De miért választottad ezt? Tehát miért nem a saját neveddel csináltad meg ezt a könyvet? Mert végül is a te Facebook oldaladról van szó. Mert a Csendrői Szabi egy olyan karakter, aki megteheti azokat a dolgokat, amiket én nem... Igazából ezt az alter egómat használom azokra a dolgokra, amiket egyébként Csendrői Csabaként mondjuk nem biztos, hogy megtenni. De kiadsz egy könyvet így? Például. Meg majd még fogok. De ugye azt mondtad, hogy a kínos szó az elhangzott, és mielőtt beültünk ide, én azt mondtam, hogy átlapoztam a könyvet, és azt mondtam, hogy ezek a nagyon szerethető, de nagyon kínos gondolatok a Facebookon, hát amit ugye vagy kiírsz, vagy nem, de mégis szeretjük. Hát hogy van ez? Igen, igazából ehhez azért hozzátartozik, hogy ennek nagyon, nagyon nagy része az ilyen 8-9 évvel ezelőttről indul, és akkor annak a gyűjteménye azok közül egy pár, ami lehet, hogy egyébként így akkor, vagyis hát én tudom azt, hogy van ezek közül sok olyan, ami azóta már mondjuk így köznyelvi szinten használt, vagy így mondjuk megjelent, de akkor még, tehát én magamtól eredeztetőnek érzem, nyilvánvalóan nem visszakereshető, ez sok szempontból van, ami egyébként igen, de az, hogy hát ezek a kellemetlen poénok, sok benne tényleg olyan. De miért kezdted ezt el? Mert nagyon sokan azért írják ki ezeket, mert hogy fricska, mert nem bírják elviselni azokat, akik ezt őszintén kírják. Te az voltál, aki bántásból kezdted el ezeket kiírni, vagy benned is ott voltak ezek, és úgy voltál vele, hogy na jó, hát akkor kiírom én is. Én igazából alapvetően sokszor jegyzettömnek használom a Facebookot. Egyrészt nagyon szeretem az azonnali visszacsatolást. Nyilván van egy ilyen visszajelzési vágy, vagy kényszer arra, hogy az emberek így szeressék, amit csinálnak. Ez már nincs egyébként, tehát régebben sokkal jellemzőbb volt, szóval eredeztethető ez egy ilyen jellegű dologra is, hogy szeretem azt, hogyha azonnal kapok valami visszajelzést. És egyébként azok is kerültek bele ebbe, amik a legnépszerűbbek voltak annó. Tehát így ez, ja, lájkok alapján szűrtél? Ja, nem gondolkodtam uh-huh. túl. Na és itt például egy ilyen kötet esetében, ami egyébként nagyon cuki pici, nagyon jó, kézz rá. Hogy megy a szerkesztés? Hogy leültetek együtt a szerkesztővel a Facebookod elé, és válogattatok? De, vagy is, te magadat nem. szerkesztetted, és leválogattad? Se. Vagy, hát igazából én elküldtem, ő kiválogatta, én meg leokéztem, aztán utána még kerültek ebbe bele. Én kicsit ez egy ilyen, eleve is egy ilyen kényelmetlen dolog szerintem a szerkesztés. Most ennél a kötetnél kevésbé mondjuk egy versnél inkább, mert ott ugye belenyúlnak a textúrájába mondjuk egy szövegnek, és ott megtanultam lemondani arról, hogy a saját akaratomat keresztül vigyem olyan szempontból, hogy azt éreztem, hogy nem tudok önreflexív lenni eléggé ahhoz, hogy én tudjam azt, hogy melyik változat a jobb. Tehát, hogy én már úgy is voltam ezzel, hogy vannak olyan versek, amik úgy kerültek be a kötetbe, hogy utólag láttam csak a változtatást, és volt, ami rosszul is esett, aztán utána eltelt egy év mondjuk, és beláttam, hogy egyébként úgy jobb. Mert hogy egyébként sértődékeny szerző vagy? Nem, szerintem hát, hogyha sértődékeny uh-huh. lennék, akkor pont a szerkesztés után mondjuk én nem tudom, ütném az asztalt, hogy nem, de úgy de közben például ütötted? Nem. Mert nagyon sok szerző mondta nem. már azt, hogy azért gördülékeny volt, de voltak benne nagyon fájó pillanatok, és kihúzások, és átírások. Ezeket jól viselted? Én szerintem tök rugalmas vagyok ilyen szempontból. Ezt megtanultam egyébként pont a zenekar miatt, hogy nem, tehát hogy az időpocsékolás megsértődni ilyesmin. Meg kell próbálni úgy is adott esetben, meg még 10 másik féleképpen, mondjuk egy dalírásnál, és akkor úgy is kiderül az, hogy az első volt a legjobb, vagy nem. Uh-huh. És általában egyébként kiderül, hogy érdemes volt vele dolgozni, tehát az a tapasztalatom, hogy többször jó
egy külső szem, vagy egy harmadik fél, mint, vagy egy második fél, mint ha csak magamra bíznám a dolgot. Na hát ezt mindenki döntse el meg, hogy a Facebook írásokat szereti, vagy kínosnak tartja, de ami szerintem ilyen konszenzusosan jó, az ahogy kinéz. Hát gyönyörű az egész. Itt mondjuk mennyi beleszólásod volt? Vicces és gyönyörű. Mennyi beleszólásod volt a grafikai részben? Na, ez megint egy olyan dolog, hogy lett volna. Egy-két olyan szöveg volt, aminél azt mondtam a Briginél, hogy ezt próbáljuk meg újra. Mármint, hogy nem tetszett, vagy olyan szintű beleszólásom volt, hogy elakadt mondjuk, és nem volt ötlete egy adott szöveghez, és akkor én ajánlottam, hogy javasoltam neki, hogy én mit tudok emellé elképzelni, de nyilván azért is választottam a Brigit, mert tisztában voltam vele, hogy miket csinál, és pont ehhez a bugyutasághoz, ami ebbe van, meg ehhez a fajta egyszerűséghez tök jó az a fajta látásmód, amivel ő dolgozik. Na és mit szólt a közönség? Hát az első könyvet kritikáit azt végignyálasztam, de itt sokat még nem találtam. Nézd, így az eladási listán heteken keresztül rajt volt a top libris eladások között. Igazából én ezt azért is írtam, mert tudtam, hogy ez egy olyan cucc, amit az is el tud olvasni, aki mondjuk nem akar egy könyvet elolvasni, mert mondjuk nincs rá ideje, vagy csak egyszerűen nem szeret annyit olvasni, ugye, mint én például. És ezért így ez is volt az egyik marketing szöveg, hogyha szeretnéd kiírni, hogy már elolvastál idén egy könyvet, akkor van 20 perced, és büszke lehetsz rá. És attól nem fél. Oké, akkor a közönség szereti, azt mondod, és a listák élén van, de nem féltél attól, hogy mit szól a kritika? Mert a verseidet szerették. A kritika is jól fogadta egyébként, mert hogy nyilván nem látnak bele többet, mert nem kell többet belátni, mint amit. Tehát ez egy aforizma gyűjtemény, amiben az elmúlt 10 év butasága, amik eszembe jutottak ömlesztve, vagy hát olyan szinten válogatva, hogy a legnépszerűbbek vannak benne illusztrálva. Tehát igazából, ha pusztán az alapötlet groteszkségét nézzük, hogy igazából kiadattam az üzenőfalamat illusztrálva, nagyjából ezt látja bele mindenki. És nem, igen, is kell meg azt, többet. Hogy ez végül is menő, meg vagány. Igen, vagány, azt hiszem az egy jó szó. Hát a csendrői az ilyen, sajnos én. És az indulásod is egyébként ilyen, hát ilyen fricskaszerű, meg nagyon-nagyon vagány, már ha igaz ez a történet, mert nagyon jól hangzik, de nehezen tudom elképzelni, alsós voltál, amikor ezt mondtad, hogy te jobbat tudsz, mint a Petőfi? Igen. Ez így volt? Na, a ötödikes, azt hiszem. Aha. Igen. Na ezt mesélj már el, hogy volt ez az írás kezdés? Hát az a sztori, hogy nyilván irodalom órán Petőfit tanultuk, és én azt éreztem, hogy ez nem jó. Mármint, hogy ezt így miért tanítják egyáltalán. Nyilván ez azóta persze változott, meg nem tudom, mármint, hogy most se szeretem Petőfit, ettől függetlenül elismerem, hogy nyilván az érdemei azok megkérdőjelezhetetlenek bizonyos szempontból. És akkor én azt gondoltam, hogy hát én is tudok, ezt meghallotta a tanárnő, mondjuk hát lehet, hogy kicsit hangosan mondtam, mert hogy éppen gondolom a többiek olvastak fel, engem meg felhúzott ez a dolog, vagy hát feltételezem magamról, bár ugye ez azért régen volt. És akkor mondta, hogy na, akkor lehet megpróbálni, hogy tudsz ilyet. És akkor kimentem, és azt hiszem tesi óránk volt, Én meg ott az öltözőben kitaláltam, hogy az első dolog, amit meglátok, arról írok egy verset, és ez egy fogas volt, arra emlékszem határozottan, sajnos nincs meg a vers, illetve hála Isten, ugye ezt nehéz ennyi idő távlatából eldönteni, de valószínűleg borzasztó volt, ahogy az utána következő sok száz versem is borzasztó volt, még viszont elindított egy olyan folyamatot, aminek a vége az, hogy ezzel foglalkozom igazából így vagy úgy. Mert hogy a fogasos vers után már folyamatosan írtál? Szerintem igen. Hát, és ebből semmi nincs meg? De vannak régi versek, meg mi csináltunk középsuliba, volt egy ilyen konkrétan egy egyesületünk, ami az akkori korunkbeli srácokat gyűjtötte össze, és akkor saját magunknak, meg így kicsit tágabb körbe tartottunk irodalmi esteket, felolvasó esteket, jelent meg kis folyóiratunk, szóval igazából valahogy ezáltal kerültem közelebb az íráshoz, vagy hát kezdődött el ez a folyamat, és azóta hol kisebb megakadásokkal, de mindig valamint dolgozom. És ez akkoriban egyébként már vagánynak számított ötödikes gyerekként, hogy te verseket írsz? Vagy ettől nem kerültél inkább a peremre, hogy a csoda bogár meg a fura fiú? Hát én nem, sőt annyira nem, hogy én eredetileg meg előtte lévő évben Sopronban egy ilyen bentlakásos kollégiumban matek szakos voltam, és heti 10 matek óránk volt, utána meg egy olyan suliba volt ez például, ahol teljesen más jellegű problémák voltak, egy ilyen, nem tudom, kicsit én így arra emlékszem, hogy így gyújtogatták a tanárokat, így ilyen sprével, meg ilyesmi, nyilván nem, de így ijesztegették őket, meg dobták ki a tanári asztalt az ablakon, szóval ott az irodalom az egyáltalán nem volt egy, tehát nem egy olyan befogadó közeg volt, ahol ez mondjuk bárkinek érdekes lett volna.
Aztán középsuliban én már drámafilm szakos voltam, és amiről most az előbb beszéltem, az Egyesület meg az Egyebek, az ide datálódik, és ott meg már viszont igen. Tehát, hogy ott napi szinten foglalkoztam az irodalom. Igaz, hogy nem voltam jobb az irodalomtanárommal, de ezt most hagyjuk is. De miért? Beleszólt abba, hogyan írsz? Vagy? Hát meg az elemzésen neked bajod van, ezt is több helyen mondtad, hogy minden túl van elemezve. Az irodalomoktatásra gondoltál, gondolom. Igen, hát igen, igazából elég sokan gondolják ezt így. Nem vagyok feltétlenül abban biztos, hogy az a módszer jó, hogy valaki megmondja egy versről, hogy miről szól olyan szempontból, hogy nyilván lehet következtetni bizonyos dolgokból arra, hogy egy költő mire gondolt. Viszont az, hogy tényleg erre gondolt-e, nincs meg az a feltételes mód szerintem az oktatásban, hogy egyébként még gondolhatod arra is, vagy egyáltalán megkérdezik a gyerekeket, hogy mi van, hogyha mondjuk ugyanezt a sort tudod, de mondjuk nem vagy tisztában azzal, hogy a költőnek milyen élete volt. Tehát, hogyha csak pusztán ezzel a sorral találkozol, akkor szerinted mi az, ami történt a fejében éppen vagy körülött. Ez egy izgalmasabb perspektíva lenne, ehelyett pedig elmondják, hogy ezt gondolta, mert ekkor élt, ezt csinálta, ebbe a fázisában volt az életének talán. Ez egy kicsit álságos dolog szerintem, meg nem feltétlenül fedi a valóságot. De hogyha ez a típusú irodalomoktatás neked nem feküdt, akkor mégis hogyan szeretted meg az olvasást? A családodnak köszönhető, vagy annak az összetűzésnek köszönhető a tanároddal? Minek? Édesanyám igazgatója volt az iskolának, az elsőnek, ami még egyébként ezek a sztorik előtt voltak. Kaptam is. Ez még a matek szakos? Nem, hány három általános suliba voltam. Az első volt az, ahol édesanyám volt az igazgató. Egyébként konkrétan egy ajtó nyílott a nappalinkból a tanári szobába. Tehát, hogy ilyen szinten volt, azért elég sok mindent elárul. Kétszer kaptam tőle igazgatóit amúgy. Az édesanyától? Igen. Mit csináltál? Édesapámmal aláírattam. Ja, hát azt nem mesélhetem el. Hogy miért kaptál két igazgatóit, anyu? Ezt igen, nem tetted velem. Igen. Csak egy kicsit. Csúnya szó van benne. Igazából elküldtem egy melegebb éghajlatra egy másik tanárt, és felírtam a táblára, ezt mindezt úgy csináltam. Ez az egyik, a másik? A másikra nem emlékszem, valószínűleg valami letörtem, gyújtogattam, valami ilyesmi lehetett. De mondjuk ezeket azért engedted meg magadnak, mert anyukád volt az igazgató, akkor nem jött be a logika. Hát rohadtul nem. Igazából ez szerintem egy döntéshelyzet, hogy az ember ebbe a helyzetbe az, hogy az igazgató pici fia lesz, vagy szöggel vassal. Tűzelvassal? Tűzelvassal. De szöggelvassal se rossz. Jó, Istenem, egy újabb csendről. És itt voltam a megszületésénél. Köszönöm, tűzel... Csabi. Nagyon szívesen. Szóval, hogy tűzelvassal küzd az ellen, hogy az igazgató pici fia legyen. És én azt hiszem úgy döntöttem, hogy inkább a rossz gyerek leszek. Kaptál is két igazgatóit. Igen. És ezt így hazavittétek? Bevittétek a nappaliba, a tanáriból? Nem, igen. Tehát megkaptad, nem és abba, akkor otthon... Mi, de na, tudod, hogy úgy van, hogyha kapsz egy igazgatóit, én úgy képzelem, én nem kaptam egyet se, de hogy akkor otthon leszúrnak ezért. Hát édesapámmal kell aláíratnom. De egyébként azért volt az abszurd az egész, hogy édesanyám nyilván komolyan csinálta, de közben ott volt mondjuk az énektanárom mögött az Editnél, én is csókolom, ha vele hallgatja, és meg sírva röhögött, arra emlékszem, én meg sírtam, tehát hogy az volt, hogy ez az egész sztori. Ja, hát ez a maga abszurditásában, de így volt. Így és ezért volt az iskolaváltás? Részben, igen. Uh-huh. Mert hogy édesanyám akarta az, hogy ezt lehet, hogy akkor így, ez így nem lesz jó. De aztán volt még egy? Kettő. Még volt a soproni, ahol matek szakos voltam, uh-huh. Aztán utána kerültem vissza a Szombathelyre, nyilván az kicsit ilyen lelkiismereti dolog is volt, meg gondolom hatodikban édesanyám még rájöttek, hogy nem jó ötlet a gyereket mondjuk így leválasztani a családról, meg mit tudom én, de örülök neki, mert egyébként a mai napig ott is elég érdekes érzéseket táplálok az iránt az időszak iránt. Nyilván nagyon más volt egy ilyen katolikus bentlakásos. Ez is érdekes, most így belegondolva, egy katolikus bentlakásos iskolában voltam matek szakos, szóval, hogy így a tudomány. De ez elképzelhetetlen, hogy te ott hogyan működtél. Hát ez jó úgy, volt? Nagyon nehéz volt az eleje. Aztán, ahogy elkezdtem a matekot érteni, meg megszeretni, meg jó lenni benne, onnantól kezdve amúgy jó lett volna, kicsit azt hiszem pont akkor kellett aztán ezt abba hagynom, amikor már így megkezdtem megszeretni. Viszont matekot nem kell tanulnom középiskola második, tehát konkrétan abban az egy évben, már ilyen másodfokú egyenleteket oldottunk meg, azzal gyakorlatilag középsüli második osztályig, én nem kellett elővennem a matek könyvet, cserébe meg is húztak középiskola másodikban matekból is, meg fizikából is.
Aztán utána persze, utána meg aztán megint tanultam egy nyarat, és akkor meg hirtelen megint, nem tudom, ilyen 100%-os vizsgával mentem át, meg matek versenyre küldött utána a tanárom, szóval én állandóan én bipoláris vagyok minden ilyen dologba, hogy vagy semennyire, vagy aztán meg újra kattanok valamire, hogy nem lehet róla leszedni. De közben azt is mondtad valamelyik interjútban szintén, hogy ha újra kezdenéd, akkor lehet, hogy inkább a tudomány felé indulnál el. Ott ez nem fordult meg a fejedben, amikor simán kivágtad a rezet matekból? Nem, mert ott meg küzdöttem a matekkal is, közben meg elkezdett egyre jobban érdekelni az irodalom. Ez most ez egy ilyen egy éve valid dolog amúgy, hogy nagyon elkezdett érdekelni konkrétan a fizika. Azon belül is a részecske fizika, de ez ilyen, tehát sokkal durvábban hangzik, vagy ilyen nagyképűbben hangzik, mint egyébként, amikor ezzel az ember elkezd foglalkozni, és az elmélet részét elkezdi úgy elsajátítani, hogy abban egyébként nincsen számolás például. Csak egy elkezded látni az összefüggéseket a dolgokban, és ez az a része, ami nagyon izgalmas. És most azért érdekel, hogy aztán megírd, meg belerakd a dalszövegekbe, meg a versekbe, vagy csak úgy érdekel? Nem, tehát ilyen fajta tudatosság olyan szinten nincs benne, hogy nem úgy olvasok, vagy nem úgy hallgatok előadásokat mondjuk erről, hogy megvan egy sor, hogy hú, ezt most akkor én beleépítem, de nyilván az a logika, ahogy ott működnek a dolgok, az sok szempontból ad egy olyan perspektívát, amit fel tudok majd használni, hogyha nem is konkrét szavak szintjén, de mondjuk relációk szintjén, igen. Most a részecske fizikánál tartunk, és onnan indultunk, hogy miért szeretted meg az irodalmat, hogyha nem feküdt neked az irodalom oktatás, hogy akkor ott a család hogy folyt bele, és így jött anyukád. Valóban, igen. Szóval édesanyám magyar tanár volt, szóval valószínűleg a család oldaláról is már beleszocializálottam kicsit abba, hogyha nem is erőltették rám ezt a dolgot, hogy találkoztam vele rendszeresen. És aztán középsúlyban meg igazából valójában az hajtotta tovább ezt a sztorit, hogy ott már viszont büszkeséget adott az, hogy ennek a körnek a része vagyok, legalábbis ugye abba a körbe, amiben egyébként benne voltam, szóval ez egy kicsit ilyen csiki-csuki helyzet, mármint hogy azoknak a szemébe akartál jobb lenni, akiknek a szemében nem kellett volna pont. De hogy azt ez a dolog így hurcolta magát, kicsit volt szerintem egy ilyen grafománia is bennem egy időben. Nyilván az, hogy egy csomó mindent, ami akkor nem értettem, azt megpróbáltam valahogy máshogy leadni, vagy kiadni magamból, és ahhoz az írás egy elég kézenfekvő dolog volt. Sokkal, de sokkal többet írtam akkor, mint mondjuk mostanában, amit bánok, egy kicsit próbálom magamat erre visszaszoktatni. És aztán persze nyilván menet közben találkoztam olyan azzal a fajta irodalommal, ami már tényleg tetszik, vagy ami tényleg érdekel. És hogy találkoztál vele, anyukád a kezedbe adott olyat, amiben beleszerettél? Nem, soha nem erőltették rám ezeket a dolgokat, hanem abba a közegbe, amiben voltam, az nyilván előbb-utóbb ott azért jöttek olyanok, akik már mondjuk nem is az, hogy felvilágosultabbak, de mondjuk tájékozottabbak voltak mondjuk a kortárs irodalommal kapcsolatban, és akkor előkerült Petri, stb. És ez azért az már hozza magával azt, hogy elkezdesz beleolvasni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül csinálnád magadtól, aztán utána meg már megy magadtól, mert elkezd tényleg érdekelni, vagy érdekes lenne az, hogy van ilyen egyáltalán. És van ilyen nagy első könyv, amit imádtál, ami behúzott. Most nagyon sokan mondják, és ez még tök tetszik a Harry Pottert, ugye az, ami rászoktat őket az olvasásra, és én is ilyen Harry Potter generáció vagyok. Az a durva, hogy nekem is, hogyha ajánlom kell valamit, amivel az ember rászokhat az olvasásra, mindig azt a Harry Pottert ajánlom, mert az van annyira jól megírva, hogy ne legyen adott esetben, nem tudom, kellemetlen érzésed azáltal, hogy mondjuk beszélsz róla. Viszont maga a világ, ami meg annyira precízen felépített, hogy szerintem nagyon kevés hasonló jellegű irodalom van, mondjuk a Gyűrűk ura talán hasonlóan komplex. Viszont ez kevésbé könnyed hangvételű, mert bár ugye ott azért a Harry Potterben is megvan az, hogy pont az a jó benne, hogy a könnyedségtől halad az egyre mélyebb helyzetek és érzelmi konfliktusok felé, ami pontosan szerintem az, aki mondjuk így elkezdi 10 évesen, pont arra nő fel normál esetben, amire ez befejeződik. Szerintem a mi esetünkben ez azért volt szerencsés, mert mi konkrétan abban a korban is voltunk. Mi együtt nőttünk fel, pont ezt akartam mondani, hogy amikor szépen jelentek meg, talán évről évre, vagy fél évenként, mert nem emlékszem, gyakorlatilag egyidősek voltunk a szereplőkkel, és együtt nőttünk fel velük. Ez így van. Lehet, hogy igazából nálunk ez volt a titok, nem? Igen. Tehát ezért lettünk mi a Potter generáció. Igen, igen. De azóta sem nagyon tudok amúgy másik olyan könyvről, ami hasonló van, működne. Tehát, hogy az ott eléggé rendben. És például azt te kipróbáltad, hogy újraolvasod felnőtt fejjel? Még nem. Majd mert az még állítólag egy nagy kaland. Még én sem vettem rá magam. Lehet egyébként. Most először
jó lenne angolul elolvasni legalább az elsőt, mert hogy azon meg mindig küzdök az idegen nyelvekkel, és az mármint, hogy olyan szempontból, hogy nem használom, és ez gáz, és mivel hogy a Harry Potter-t elég ismerem, valószínűleg egyébként az pont egy ilyen jó kezdés. Na akkor az egyik a Potter, ami mondjuk elindított, és a magyar kortársak közül volt egy ilyen nagy élmény? Hát egyébként Petri, de az, hogy ez mikor, meg hogyan, meg hogy melyik kötet, ez most már nehéz lenne. Szerintem tőle ilyen antológiám volt, ilyen gyűjteményem, ami először megfogott, de egyébként amire határozottan emlékszem meg, édesanyámék is emlegetik, az a Faust volt, amit ilyen, de az ilyen 13-4 évesen valamiért egyszer csak a kezembe került. Szerintem lehet, hogy valószínűleg csak azért kezdtem el olvasni, mert hogy én nagyképű akartam vele lenni, hogy én most a Faustot olvasom, ezt látom képzelni magamról. És vonultál? Ja, nagyon helyes. Valami ilyesmit, ezt látom képzelni simán, hogy ezt csináltam. Aztán abban is volt valami, ami miatt ez megragadt. Nem tudom. Na és most mi a helyzet? Most olvasol, van időd? Most hát időm az egészen sok lenne, viszont más dolgokkal töltöm el többnyire. Igazából én nagyon sokat hallgatok előadásokat, mert hogy a közben lehet más csinálni, és mivel ilyen kicsit ilyen figyelemzavaros vagyok, ezért általában mindig több dolgot csinálok párhuzamosan. És az tök jó alapot ad, hogy rászoktam arra, hogy például van mondjuk az Atom Chill, lehet ilyeneket YouTube csatorna, ami az ELTE-nek a YouTube csatorná, és akkor ott nagyon sok előadást hallgatok a részecske fizikával kapcsolatban. Ami utoljára ilyen meghatározó irodalmi élményem volt, ennek ellenére az a Merre jársz Bojáns, egy Bordő nevezetű írónak a műve, ami egy viszonylag ugyancsak egy ilyen, nem tudom, 100 és 200 oldal között van valahol egy regény, ami nekem nagyon tetszett, és igazából azóta nem is nagyon találtam olyat. Tehát beleolvasgatok, meg most egyébként küldött pont a Libri egy csomagnyi könyvet, mert az utolsó bemutatón ezelőtt ott szóvá tettem, hogy nem nagyon olvasok mostanában. És akkor megállítottak. És kaptál bünti csomagot? Igen, konkrétan kaptam, egyébként tök jó fejek voltak, el is fogom olvasni őket szép lassan. Úgyhogy most fogok, majd megpróbálom rávenni magamat, meg közben meg azzal, hogy tök jó az, hogy mondjuk információkat, meg új adatokat, vagy új tudást kapok mondjuk az előadásokból, csak az irodalmi nyelvnek a fejlődése szerintem az ilyen szempontból nálam így most egy kicsit megakadt, és ez valószínűleg olvastam, tehát nincs más megoldás. Hát most az időre igazából te is tudod, hogy miért kérdeztem rá. Hát egy másfél év borzalom van mindenki mögött, de talán a zenészek mögött ez egy ilyen halmozott borzalom. Hát mi volt veled a pandémia alatt? Egyébként én nem éltem meg ezt borzalomként, sőt, én azon kevesek közé tartom, szerintem, hogy az első pillanattól élvezte ezt, mert hogy én egyébként... Hogy nem vagy színpadon. Hát az csak nem élvezte. Az van, hogy az a helyzet, hogy nekem a színpadon lévő jelenlét, az mindig egy kicsit nehéz volt. Meg a mai napig, tehát a legstresszesebb dolog az életemben az a 10 perc, amíg várok arra, hogy felmenjek, és ez a mai napig rettegéssel tölt el. Aztán nyilván, amikor ott vagyok már, akkor fel tudok oldódni, sőt, most már egyre rutinosabban oldódom fel ebben a helyzetben, de hogy mindig az jut eszembe, hogy ott félek. De tudod, hogy a nagy színészek mit mondanak? Hogy addig van értelme kimenni, amíg rettegsz előtte. Igen. Hát én, jó, de ez persze ez jó hangzik így, de... Hát de valószínűleg így is van. Biztos, hogy így van, mert az adrenalin, amit ott kapsz, az nyilvánvalóan tud hiányozni, de az én számomra az alkotás része a zenén belül az, ami sokkal érdekesebb, vagy amit én a legjobban szeretek, meg mondjuk felvenni a dalokat, és mondjuk arra várni, amíg mondjuk ez megjelenik, az viszont a legjobb része ennek, és azon meg viszont töménytelen mennyiségben tudtunk foglalkozni. Én konkrétan hazaköltöztem először vidékre édesanyámékhoz, aztán meg úgy laktam fent Budapesten félig, hogy én a próbateremben aludtam, tehát hogy heteket töltöttem el a próbaterem padlóján adott esetben, és akkor minden nap jöttek oda a barátaim, a zenekar, és dolgoztunk különböző projekteken, de főleg nyilván az Elefánton. Hiszem, hogy tavaly március 4-e volt az első regisztrált fertőzött itthon, de valamikor márciusban, és akkor utána is sorozatosan jöttek a csapások, hogy nem mehettünk ki, hogy bezárt minden. Ezek nem zavartak? Nagyon féltettem a szüleimet, és mindegy is, de a lényeg az, hogy az a része nyilván nem volt jó, meg nyomasztó volt, meg főleg az elején, mert hogy igazából mi már akkor tudtuk, hogy ez lesz, amikor még messze nem ért el ide, és láttuk azt, hogy ez az egész közelítés, hogy nem történik semmi. Tehát, hát itt most arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy egyrészt magánemberként hogy élted meg aztán a zenekarral. Magánemberként az első gondolat, ami eszembe jut, az, hogy nagyon féltettem a szüleimet,
Zenekarként pedig az első pillanattól kezdve azon dolgoztunk, hogy alkossunk, és hogy azt az egész energiát, meg lekötetlen időt, ami most felszabadult, azt használjuk valamire. Úgyhogy én nem, tehát hogy nyilván anyagilag borzasztó. Legmegterhelőbb az azt hiszem mindannyiunknak az volt, hogy legatyásodtunk. Most ez így szép. Nem szép, de ugye ez történt. Tehát az van, hogy másfél év alatt az ember feléli azokat a tartalékokat, amiket képzett. Most lehet erre azt mondani, hogy miért nem mentél el dolgozni. Ez nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy egyrészt az van, hogy kikerülsz egy rutinból. Én nagyon régóta vállalkozóként dolgoztam, és külsősként, kreatív szövegíróként segítettem cégeknek bizonyos munkákba. De hogy ezek nyilván addigra elkoptak, és ez nem olyan, hogy akkor telefonálok egyet, és újra van. És ez is el is engedtem. Kicsit én úgy voltam vele, hogy ez most egy olyan szabadság, amit meg kell élni. Aztán nyilván az ember közben elkezdett gondolkodni máson is, meg hogy hogyan tovább. Én ezt egy ilyen nagyon hatásos, vagy hatékony, vagy jótékony utazásnak fogtam fel, amiből nagyon sokat kaptam pusztán azáltal, hogy nem volt az a lelkiismert furdalásom, hogy most azért töltök ennyi időt egyedül a négy fal között. Mert ilyen típus vagyok, és hogy miért nem megyek az emberek, az, hogy mindenki ezt csinálta, és ez engem feloldott azáltal, hogy bekerültem egy olyan sors közösségbe, amiben gyakorlatilag a félvilág beletartozott, és nekem ez jó, jótékony volt, nyilván nem sírom vissza, meg jó volt ezek után szocializálódni, meg emberekkel találkozni újra, de ez kellett ez. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor én most sokkal kevesebbet vagyok emberek között, és az elmúlt magától azáltal, hogy tényleg feloldottam ebbe a sors közösségbe. Na, a másik az, amit nagyon sokan mondanak, hogy megtörtént a nyitás, mindenféle zárást feloldottak, ki lehetett szabadulni, és utána szakadt rá az emberekre a depresszió, hogy most ki kell mennem, most újra élni kell. Ezt hogy élted meg? Mivel, amint mondtam, nekem ez alapbeállítottságom volt, ezért nekem ez nem volt ilyen. Furcsa volt újra embereket látni az utcán, de igazából nem az volt a furcsa, hogy embereket látok az utcán, hanem hogy az utcán vagyok, és látok embereket. Tehát, hogy nem az újra volt benne a furcsa, hanem hogy egyáltalán kiültem kávézni, meg enni egy ebédet, meg ilyesmi, én ilyet ritkán csinálok, és most meg lehet, hogy pont azért, mert hogy mindenki először csinálta, kicsit úgy éreztem, hogy most ez könnyebb. És volt egy streames próbálkozásotok volt? Én azt mondom, ja, hát ez sajnos egy kicsit katasztrófa. De nem stream volt, hanem elkezdtünk csinálni egy csatornát, amit egyébként szeretnénk, itt egy technikai dolgok voltak, meg aztán hirtelen elfogyott az időnk, szóval pont akkor álltunk neki, amikor még tartott ez a cucc, aztán hirtelen úgy ért véget, hogy nem tudta magát ezt kidolgozni, most meg hirtelen minden héten koncertünk van, nem is egy, vagy ha úgy van, nyilván nem minden héten van több, de azért van bőven. És most mással kell foglalkoznunk, aztán most meg majd a lemezkészítéssel, tehát hogy azt sokkal hamarabb kellett volna elkezdeni, az egy hiba szerintem. De az zenészként milyen élmény volt? Mert én egyetlen egy ilyenre fizettem be, egy lovasi estre, ami nem is indult el, nem volt gördülékeny, és ja, hát ott volt is élő volt. Most a stream koncert, igen. Nekünk ilyen hagyományos értelmeben stream koncertünk nem volt. Nekünk egy olyan volt, ami nem volt itthon, és az baromi jól sikerült. Ahol látszott a közönség. Igen. Az a Cisco-val meg a WebEx-el egy ilyen nagy közös projektünk volt. 30, nem tudom, ott a helyszínen volt 30 darab szerver, tehát ez egy nagyon bonyolult technikailag ez az egész, amit ott kitaláltak a menedzserünk, és aztán mégis az Olival, főleg a billentyűsünkkel, meg a cégekkel, akiket említettem, ővelük együtt kooperatíva kitaláltak egy olyan dolgot, ami nem nagyon van itthon. Itthon egyáltalán nem volt, külföldön meg talán két baromi nagy zenekar csinált ilyet, de nem jut eszembe, hogy kik, de hogy ilyen nagyon-nagyon nagy nevek. Mert hogy nagyon nem egyszerű ezt az egészet megcsinálni, meg emögé rakni a technikát. És az viszont érdekes volt, hogy én így találkoztam újra emberekkel először. Hogy konkrétan körénk voltak vetítve, és volt, aki a Blaha aluljáróba hallgatta épp a koncertet, volt, aki a vonaton, a harmadik kis ablakba ott egy macska volt leültetve a fotelbe, és azt hallgatta, szóval igazából az egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív élmény volt így. De az tudott koncert élmény lenni? Pont azt kezdtem el mondani, hogy nézőként ez a stream koncert, ez nagyon-nagyon fura volt, hogy én otthon ülök a tévé előtt, vagy akad, vagy nem akad, vagy megy, vagy nem megy, sajnáltam is őket. Ezért nem is akartunk ilyet. Tehát, hogy ez azért tudott, nem, tehát nem mondanám a szó hagyományos értelmében
koncert élménynek, de közösség élmény azáltal volt, hogy nem csak magadat láttad, hanem láttam mindenki mást is, de hogy beszélgetni tudtál velük egyébként, láttad is az arcukat, nem csak a magába a streambe, tehát nem csak abból a képből, amit a kamera közvetített neked, hanem egyébként is ez úgy volt kitalálva, hogy tudtatok egymással beszélgetni. Én is tudtam veletek beszélgetni. Ez nem összehasonlítható sem ezzel, sem azzal, sem a teljes valóságos koncerttel, sem egy hagyományos stream koncerttel. Úgyhogy ennyi. De most viszont beindult a nyár, nem? Most már folyamatosan mentek. Ja, most volt az első koncertünk a Fishing-en, kicsit nagy váltás volt. De ugyanúgy megvolt az izgulás, és megvolt minden. Hú, hát sőt, szerintem úgy izgultam, mint talán az első koncertek egyikén, viszont nagyon jól sikerült, meg jól is éreztük magunkat. Na és ezzel a másfél éves leállással, nem tudom, milyen tanulságokat szereztetek el, másképp csinálni bármit, akár pénzügyileg, akár tervezésileg, ABC tervek. Például volt neked ez a krumpli bogarad? Igen. Nyilván jobb, hogyha az ember több lábon áll. Ez egy tanulság, és erről gondoskodni kell egyébként is, viszont hál' Istennek maga a zenekar elég régóta cégként teki saját magára, nem nekem köszönhetően feltétlenül, de mondjuk a dobosunk, a Szabi, és tényleg a Zoli, ő az, akik inkább gondolkodnak így, meg előrelátóbbak, mint én, meg okosabbak ilyen szempontból mindenképp, és már az elejétől kezdve mondjuk képeztünk egy olyan tartalékot, ami elég sokáig egy viszonylagos, hát nem is anyagi biztonságot, de legalább egy ilyen létfenntartó funkciót tartott bennünk, meg kaptuk a fizetést ugyanúgy. Tehát nem az van, hogy koncertenként gázsitoztunk, hanem az van, hogy van egy meghatározott mennyiségű pénz, amit minden hónapban megkapunk, függetlenül attól, mennyi koncertünk van. Tehát rendesen, mint fizetés. Egy fizetés. Gyakorlatilag igen. De jó. Igen, és ez elég sokáig kitartott ott is. Na de ha már mondtam a krumpli bogarat, erről mesélj egy kicsit. Most ő pihen. De ő mit tud? Igen. Az a baj, hogy ennek van egy személyes része, amiről nem szívesen beszélek. Arról nem is kérdezlek. Az üzleti része az meg az van, hogy ott felépítettünk egy brandet, ami elég jól funkcionált, sőt, nagyon-nagyon sikeres lett elég hamar. És most az van, hogy a brand mögé kell újra felépítenem azt a háttérországot, amivel gyakorlatilag tartalommal töltjük meg azt, ami olyan arc már megvan, és most ezen dolgozom. De hogy ez mi is, ez vegán ételek csak és kizárólag? Igen, egy étteremnek indult, majd ezzel a névvel szeretnünk volna egy éttermet csinálni. Aztán jött a pandémia, és akkor arra az elhatározásra jutottunk, hogy ettől függetlenül mi ezt szeretnénk, és hogy akkor töltsük fel olyan élelmiszerekkel ezt a dolgot, ami a polcokra tud kerülni. Vagy az emberek úgy tudják hazarendelni, hogy ez nem egy friss élelmiszer, hanem mondjuk eláll hetekig adott esetben. De ettől függetlenül friss, mert hogy úgy készítettük, hogy egyébként a földről egyenesen gyakorlatilag az üvegbe érkezett. Tehát akkor lehet, hogy a közeljövőben, vagy a nem túl távoli jövőben lesz éttermed? Ez a cél? Az a baj, hogy jobb, tehát hogy igen, az is egy cél, meg az is egy cél, hogy magát a brandet felhasználjam olyan szinten, hogy azokkal az ügyes és nem tudom, szorgalmas termelőkkel, akik Magyarországon egyébként állítanak ilyet elő, hogy az ő termékeiket forgalmazzuk gyakorlatilag, nyilván nem egy az egybe, de hogy alaphangon az ő cuccaik legyenek elérhetőek nagyobb közönség számára. Nyilván az, hogy nekem van a zenekar, meg az egyebek, az ad egy olyan fajta publicitást nekik és magunknak is, ami így garantálja azt a fajta sikerességet, amit egyébként nagyon hamar el is értünk annó, vagyis hát amikor elkezdtük, tehát ilyen 2-3 hónap alatt. Na és mi a helyzet a regénnyel? 8 vagy nem tudom hány éve íródik? Azóta is, hál' Istennek íródik, viszont már legalább nem kezdtem újra. Hát az van, hogy még amíg azzal elkezdek igazán foglalkozni, most van egy átmeneti lépés, az pedig egy novellás kötet. Tehát, hogy most először szeretnék egy kicsit hosszabb hangvételű, prózai jellegű dolgot összehozni, mielőtt nekifekszem a regénynek, az, hogy egyszer meg kell tanulnom írni prózát, és ahhoz van egy ilyen átmeneti lépés. Ennyire már vagyok tudatos legalább, hogy ezt tudom. Mennyi van meg a regényből? Meg mik ezek az újraírások? Mi kidobtad az egészet? 30 oldal, persze. De most már egy ideje nem. Tehát ami most van, az most már azért megvan szerintem egy 2 éve, 3. És miről szól? Hát nagyon röviden összefoglalva, ugye említettem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor valahol tudat alatt döntenem kellett, hogy a jó gyerek leszek, vagy a rossz, és a rosszat választottam, és hogy a regény arról szól, hogy mi lett volna, ha nem ezt az utat választom. És a jó alteregómnak egy képzeletbeli barát
elvesztése utáni és az ő utána eredésének a sztoriát gyakorlatilag, hogy hogyan keresed meg a képzetbeli barátod, aki eltűnt 10 éve, hogy erről szól gyakorlatilag. És amikor kitörölted, akkor azért, mert nem tartottad elég izgalmasnak a jó úton lévő Szendrői Csabi? Vagy a szöveget nem tartottad elég jónak? Szerintem a sztori az nagyon jó, a szöveg az nyilván nem tudom, hogy nagyon jó-e, de ami most már megvan, az szerintem mindenképp vállalható. Szerkesztés előtt persze, tehát hogy ez még nagyon sokat tud változni aztán. Egyszerűen nem találtam rá arra a nyelvezetre, amit képes vagyok mondjuk 250 oldalon keresztül folyamatosan, ami szerintem az egy nagyon nehéz dolog. Tehát ahhoz én talán nem vagyok elég jó író még, vagy egyáltalán, hogy ez tudjon ösztönösen menni. És ezért az van, hogy ha elkapott a flow, akkor egybe leültem és írtam 20 oldalt, az egyben volt, de aztán visszaolvastam, és vagy elfáradtam, mert mi végére értem annak a 20 oldalnak, és nem volt erőm folytatni, vagy valahogy azt éreztem, hogy nem tudom, vagy nem találok rá ugyanarra a lelkületre, ami ehhez kell. Szóval azért is írok én szerintem rövidebb hangvételű dolgokat, mert én nagyon gyorsan tudok haladni, viszont ha újra neki kell állnom, akkor balban vagyok. És nem kellene újraolvasni mindig, nem? Hát igen, csak a hangnemhez meg de. Tehát ahhoz, hogy belehelyezkedj a történetbe, nem voltam elég tudatos szerintem. Az a fajta tudatosság, ami egy ilyenhez kell, az most kezd bennem kialakulni. Így 30 a novelláknál felül. Azok már mennek, írod őket? Novellákat régebben is tudtam írni, egy-kettőt, ami szerintem ok, és amiket meg most írok, az még belefér, tehát az ilyen, mert az lehet egy oldal is, meg kettő is, meg hat is, az éppen attól függ, hogy miben vagyok. Jaj, mert azt hittem, hogy szinte nyomda kész a novellás kötet. Nem. De igazából most először egy mesekönyvet fogok csinálni, azt az Ovisokkal együtt, ami... Jaj, mert hogy van neked cuki Ovis projekted. Igen. Mész az Oviba. Igen. Igen. És van egy. És ott zenélsz nekik? Nem. Én csak felolvasok. Csak felolvasok? Igazából az, hogy aztán ebből mesekönyv lesz, az nem egy ilyen prekoncepció volt, az ott döntöttem el, hogy ha már ilyen jóba vagyunk, meg ennyire jól érzem magamat velük, és egy ilyen terápia jellegű dolog egyébként abszolút, akkor mi lenne, ha? Mert hogy annyira kreatívan és nyitottan álltak a sztorihoz, meg én így közben kérdezgettem őket, meg adjátok elő a szörny hangot, milyen hangja lehet a szörnynek, szóval így nagyon bele tudják magukat élni, és nagyon inspiráló az, hogy mennyire őszintén benne vannak, belehelyezkednek ebbe az egészbe, és akkor eszembe jutott, hogy lehet-e vajon, és nem tudom, hogy lehet-e vajon úgy írni valamit, hogy bizonyos helyzetekben az ő döntésükre bízom az, hogy mi legyen mondjuk a főhőssel. De hogy az Ovisok esetében azért ez egy ilyen rövid terjedelmű valami, szóval nem beszéltünk egy komplett történetről, szóval még nem tudom valójában azt, hogy ez hogyan fog elkészülni. Minden esetre cserébe a terjedelem az nem egy ilyen végtelen dolog, úgyhogy... Na akkor összegzésképpen verses köteten túl vagy, Facebook... Posztok kiadásán túl vagyok. Igen, köteten túl vagy, készülőben a mesekönyv. Igen. Készülőben a novellás kötet, meg a regény. Én azzal azt terveztem, hogy az utolsó kérdésem az lesz, hogy állsz a rendrakással, mert ez neked az ilyen nagy életfeladatot, hogy a káoszban rendet teremteni, de ez sehogy. Hát, meg se próbálom most, mert az van. Szerintem az van, hogy elfogadtam, hogy a természet alapvető feltételei közé, vagy működési elvei közé tartozik a káosz felé való tartás. Úgyhogy nyilván ezen belül az embernek igyekeznie kell a saját közérzete miatt, meg a hatékonyság miatt valamelyest rendet tartani, de most már nem vagyok az a fajta, aki ehhez feltétlenül ragaszkodik, és emiatt mondjuk rosszul érzi magát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy eljöttem. Ez volt a Könyv mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.